tündököltünk, túl készségesen hallgatta meg a hízelgőt fülünk. Méltányos hát, hogy most a szemrehányás komoly szavát halljuk, Johannám. Én csüket így levert vagy, drága lévim. Szombaton mutatja be a tatabányai Jászai Mari Színház Friedrich Schiller drámáját, a Stuart Máriát. A szerző a skót királynőnek állít emléket művével, a költőt ugyanis megihlette az uralkodó kalandos élete és rendkívüli egyénisége. A címszerepben Danis Lídiát láthatja a közönség. Bánásmódjukból, melyet tűrnöm kellett, megértettem, hogy szabadságomat nem adják vissza, tudom, hogy mit akarnak. Igazából, ami a legnagyobb kihívás szerintem minnyájunknak, de magamról beszélek nyilván elsősorban, hogy veretes szövegek vannak. Én azt hiszem, vagy legalábbis nekem az az érdekesebben, hogy hogy tudom ezt 2018-ban úgy elmondani, hogy a nézők ne egy ilyen tirádás emelkedett, nem tudom én mit hallgassanak, amiből, aminek se füle, se farka, és nem tudom. Szóval nagyon sokat foglalkoztam magával a szöveggel. Tehát tényleg lefekszem éjszaka, mondom az ágyba, a fürdőszobában mondom, fogmosás közben magamba, tehát hogy az autóban üvöltöm a szöveget, mert nagyon-nagyon pontosan kell tudni értelmezni, hogy én magam is megértsem pontosan azt, hogy miről van szó, mert nagyon nehéz a szöveg. Királynő, tégy csupán ígérete, teljesüljön be az majd jobb napokban. Azt kívántam, halljak meg, hajadonként. A darabot Forgács Péter állított a színpadra. A rendező szerint a dráma nem pusztán Anglia és Skócia királynőjének harcáról és a kivégzésről szól, hanem arról, hogy mit tesz meg az ember a saját hatalmáért. Élünk egy világban, ahol a halálbüntetés sok nyugati és nem csak nyugati országban már betiltották, vagy úgy vélték, hogy ez egy meghaladott formája az igazságszolgáltatásnak. Tehát nincs halálbüntetés, hazánkban sincs halálbüntetés, de a szemünk láttára hullanak le a fejek. Tehát ez igazából csak ízlés, és nem tudom, minek a kérdése, hogy a torkát vágom-e valakinek, vagy egyszerűen csak leépítem, megszüntetem, vagy amit karaktergyilkosságnak hívnak a politikában. A bemutató szombaton este 7 órakor kezdődik a tatabányai Jászai Mari Színház nagy színpadán.